Itt vagyunk Olaszországban, Lignanóban egy kempingben, és Katinkával fogok beszélgetni, aki leendő jogász hallgató, hogy ő hogyan éli meg itt a közösségi létet, és milyen tervei vannak a jövőre. Nekem azt tűnt fel, hogy így az évek folyamán te mindig itt vagy a családoddal, édesanyáddal, édesapáddal, az ilyen gyülekezeti kirándulásokon. És engem az úgy megfogott, hogy ti mindig családostul jöttök, hogy soha nem egyedül, sőt, gyakran volt olyan is, hogy más fiatalok is veletek együtt nyaraltak a házban. Ezek nagyon szűkös kis házikók, úgyhogy nagyon szoros együttlétet tesz lehetővé, ahogyan 6 ember egy 20 négyzetméterre bezsúfolódik, hogy miért jöttök el, vagy mit kaptok ti ettől? Hát a szüleim azért szeretnek jönni velünk, mert az ifjúságtól ők is sokkal fiatalabbnak érzik magukat, és hát újra fiatalnak érzik magukat talán, hiszen ugye én otthon egyedül nem mindig tudom őket ennyire felüdíteni, mint amikor tényleg ilyen közösségben vannak, és nagyon jó, mert megláthatják azt is, hogy a többi hívő családnál hogy működik pár dolog, és hogy lehet, hogy máshogy, mint nálunk, jobban, mint nálunk, és tudnak tanulni is például ezekből a találkozásokból, beszélgetésekből. Úgyhogy ezért jövünk talán családosan, én pedig szeretek a szüleimmel lenni. Te itt nőttél fel a gyülekezetben, itt voltál gyerek, ide jártál gyerek alkalomra, azután tinédzser alkalomra, most pedig az ifjúság csapatát erősíted. De hogyan élted meg így ezekben a változásokat? Hát, ugye ezt vettem később észre, hogy amikor gyerek voltam, akkor még az volt a lényeges, hogy én a barátaimmal nagyon jól érezzük magunkat a Balaton-aligai táborban, és kaptunk lelki ennivalót, de mégis az volt a lényeg, hogy mehessünk a strandra végre. Erre nagyon emlékszem, de aztán egyszer csak elkezdett megérni bennem az az ige, amit hallgattunk, és amikor már a tini korosztályhoz tartoztam, akkor már sokkal inkább azt foglalkoztatott, hogy tudnék egy olyan közösséget találni, ahol az Úrról beszélhetünk, megoszthatjuk a tudásunkat, és most már, hogy az ifjúsághoz tartozom, most már eltolódott ebbe az irányba, hogy együtt, hogy tudunk az Úr előtt lenni. Nekem egyszer nagyon sokat jelentett az igéből az, amikor így olvastam Jézus és Péternek a párbeszédét, hogy jobban szeretsz engem ezeknél. És így elkezdtem otthon így kifejezetten ránézni tárgyakra, vagy akár személyekre, és hogy így föltettem magamban ezt a kérdést, hogy jobban szeretsz engem ezeknél. Fejbe végigvettem a barátaimat, hogy jobban szeretsz engem ezeknél, és hogy így megszületett bennem az a válasz, hogy igen, nekem jobban kell szeretnem Krisztust ezeknél. És hogy ez így lehet, hogy önzőnek tűnik, mondjuk egy kívülálló számára, hogy Isten ilyet vár el. De ugyanakkor meg közben megjött a szívembe az az érzés is, hogy azt tudom mondani, hogy igen, jobban szeretlek téged ezeknél, hogy megtapasztaltam egy nagyfokú szabadságot. Tehát mit tudom én, hogyha az otthonom elvész, és lássuk be, hogy mondjuk jön egy földrengés, jön egy nagy vihar, jön egy bankhitel, hogy már is elveszítem, de hogy tudom Jézus jobban szeretni ennél, hogy akkor mégis gazdag vagyok, és hogy mégis örömöm lehet és békességem, mert hogy a legfontosabb a számomra megvan. Ugyanúgy, mint a földi kapcsolatban mondjuk a szerelmem. Hogyha a szerelmem megvan, akkor eshet a hó, süthet a nap, azt gondolom, hogy boldog tudok lenni. És hogy valahogyan így a mindennapokban, mondjuk az egy ilyen nagy élmény volt számomra, nem biztos, hogy ez így megvan, de hogy ez nekem egy nagy megtapasztalás volt, és egy ilyen szemléletfordító életesemény. Hogy neked volt-e valami ilyesmi, valami tapasztalat, ami téged érzelmileg is tudott közelebb vinni Jézushoz? Hát én is hasonlóan gondolom, ahogy te, hogy ez így van, hogyha az Urat én jobban szeretem, akkor mindenem megvan, és akkor a földi létem annyit talán nem számít, a jó létem. És hát most éppen nehéz helyzetben vagyok, mert
mert most nem érzem teljesen át. Hiába tudom észre, most nem érzem ezt, mert hát van most egy barátnőm, akivel nagyon nehéz a kapcsolatom, és az a helyzet, hogy én nagyon szeretem őt, és ő annyira nem hajlandó ezzel a szeretettel élni, és azt kezdtem észrevenni, hogy többet foglalkozom vele, mint az Úrral, és nem tudom az Úr kezébe letenni, de nagyon szeretném. Úgyhogy én most éppen ezért küzdök, hogy én ezt el tudjam engedni, mert igazából, hogyha az Úr velem van, ki lehet ellenem. És te például ezeket hogyan éled meg, amikor mondjuk így a barátaid elmaradnak? Mert amikor valaki egy gyülekezetben nő fel, akkor azt látja, hogy vannak, akikkel együtt kezdett el felnőni, és ők mondjuk elhagyják a gyülekezetet, vagy az Urat. És hogy ugyanakkor meg vannak mások, akik becsatlakoznak. Tehát, hogy a gyülekezeti lét az bármennyire szomorú is, de hogy az egy dinamikus lét. Vagy akár csak elköltöznek, hogy az Urat nem hagyják el, hanem elmennek más városba tanulni, és hogy egy kis űrt hagynak maguk után, hogy te ezeket hogyan éled meg? Hát mindenképpen nehezen. Nagyon fáj a szívem, amikor valaki elmegy, hogyha elhagyja az Urat, akkor nagyon-nagyon, de ha esetleg más városba vagy így megy, akkor tudom, hogy az Úr vele van, úgyhogy persze ott hagyja emberileg az űrt maga után, de talán akkor egy kicsit jobban békességre tudok jutni benne. Annak nagyon örülök, amikor jön valaki, hiszen egy újabb emberrel bővül az Úrnak a nagy családja, ugye, a testvérek nagy családja, úgyhogy igen. És te kikkel tudsz mélyebb közösségben együtt lenni így a szívedben? Azok, akik hívők, vagy azok, akik nem? Mert hát rengeteg jó fejember van, és azt gondolom, nagyon értékes ember van azok között is, akik még nem ismerik az Urat, mondjuk élmény szinten, lehet, hogy ők bevállalósabbak is, és akkor mondjuk nagyobb élményeket tud az ember rajtuk keresztül kapni, hogy te ezt hogy éled meg? Ó, igen, sokszor belefutottam már ebbe, hogy inkább azért mentem egy közösségbe, mert ott azt hittem, hogy nagyobb élményt kapok, de aztán rájöttem, hogy igazából én a testvéreimmel, az Urat követő barátaimmal tudok jobban egy közösségben lenni, mert hasonló az értékrendünk. Mert én azt látom, hogy hiába a világban van egy jó ember, lehet, hogy ő jó ember, de teljesen más az értékrend, mint itt. És az a helyzet, hogy mivel együtt, tehát hogy a baráti közegem követi az Urat, akkor sokkal több témánk van. Ilyen dolgokat is meg tudunk beszélni, mint például, amiről most mi beszélgetünk. És ezt a világi barátaim nem értenék valószínűleg. És például mit kapsz egy ima közösségben? Nem tudom, hogy mondjuk a ti kis csapatotok, akik együtt szoktatok általában lenni, mert hogy barátok is vagytok, nem csak testvérek. És szoktatok-e összegyűlni, így imádkozni, keresni közösen az Urat, hogy... Hát sajnos kevesebbszer szoktunk összegyűlni, mint ahogy szeretném, de például az aligai ifjúsági alkalmak nagyon-nagyon jó teret adnak erre, hogy olyan testvérekkel is együtt lehetek, akikkel nem mindig szoktam, de mégis az én korosztályom. És hát az ima közösség azon kívül, hogy nekem például egy nagyon nagy szabadságot szokott adni, hiszen úgy érzem, hogy akkor én le tudom tényleg mindenemet rakni, hogyha nem csak magamban mondom el azt, hogy én leszeretném tenni az Úr elé, hanem több ember is hallja és rámondja az áment, az nekem egy nagyon nagy megerősítés. Úgyhogy én mindenképpen csak profitálni szoktam az ima közösségekből. És ez mit jelent, hogy letenni az Úr elé? Hát, mint az előbb is említettem, hogy például ez, hogy olyan dolgokat lehet az Úr elé letenni, amikkel én már nem tudok mit kezdeni, nem látok megoldást rájuk. És nálam ez úgy szokott működni, hogy imádkozok azért, hogy az Úr adjon megoldást, vagy adjon egy igét, ami után én elindulhatok egy megoldás felé. Vagy volt olyan már konkrétan, hogy azt mondtam az Úrnak, hogy oldja meg, mert én nem tudok emberileg mit tenni már. És hát nagyon örülök, mikor valóban látom azt, hogy az Úr megoldotta a problémát. Erre tudnál egy példát mondani? Például az általános iskolából való továbbtanulásom egy ilyen volt, ez a veszőparipám, nagyon sokszor el szoktam mondani, hogyha megkérdeznek róla,
hiszen nagyon sok iskolába beadtam a jelentkezésemet, és úgy éreztem, hogy hú, most én bioszkémiát fogok tanulni, és nekem nagyon jó lesz. De az úrnak más terve volt, mert hát elkeseredtem, mert nem hívtak be szóbelizni, és hú, nagyon rossz volt, hogy engem oda nem vesznek fel, és hát elmentem abba a gimnáziumba felvételizni, ahova én végül is jártam, és egyszerűen az úr megadta nekem arra a békességet, hogy én ide tartozom. Ez az én közösségem, ugye egy egyházi iskolába jártam, és megéreztem azt, hogy itt van az úr, és nekem itt a helyem. Ez mindenképpen egy ilyen esemény volt. És hogyan várod most az egyetemet? Mert így kikerültél, vagy ki fogsz kerülni a védett környezetből, azt gondolom egy nagyon kemény, akár bulizós, akár világi, akár törtető közegbe, hogy neked ott is így Krisztus gyermekeként kell ragyogni, hogy hogyan készülsz erre lélekben? Hát igen, ezen én is gondolkoztam már, hogy ugye egy olyan egyetemre fogok menni, amit versenyistálóként szoktak emlegetni, de az a helyzet, hogy valamelyik nap volt ez az ige, hogy elküldelek titeket bárányként a farkasok közé, és nekem ez egy nagyon nagy megerősítés volt, hogy az Úr engem ott szeretne látni, és ő meg fog engem segíteni, és meg fog erősíteni, mikor arról van szó, hogy őt képviselnem kell. És a másik jó dolog, hogy az osztályomból is jönnek oda, tehát az iskolámból ugyanarra akarra, és nagyon örülök neki, mert én úgy gondolom, hogy velük ezt a közösséget megtarthatom, és ők is megerősíthetnek emberileg engem. És hány ponttal sikerült bejutnod ebbe a versenyistálóba? Konkrétan 438 ponttal. Nagyon-nagyon örültem neki, hogy ezt összehoztam, és hát az úr is összehozta. Mert nem volt könnyű most ez az érettségi, én úgy látom, mert ugye oldottam meg korábbi feladatsorokat, és ezt tényleg nehéznek éltem meg. Hát ugye nagy bánatomra 2 pont még kellett volna ahhoz, hogy ne kelljen fizetnem, de nem baj. Én hiszem, hogy az úr ebben is benne lesz tényleg, mert a felkészülésem alatt és a vizsgáim alatt is éreztem, hogy ő ott van. Úgyhogy igen. És például ezt el tudtad kérni az úrtól, hogy hova tanuljál tovább? Vagy hogyan volt ez? Hát igazából bennem megszületett a gondolat, hogy hova szeretnék menni, és az a helyzet, hogy miután ugye, mint említettem, nem sikerült a bioszkémiára bejutni, és láttam, hogy ez nem lesz az én pályám, hogy ez nem megy, és aztán egyre jobban a gimnáziumban észrevettem, hogy a magyart és a törit, a nyelveket sokkal jobban szeretem, és sokkal könnyebben is tanulom. És hát ebből így jött az, hogy akkor gondoltam, hogy a jogot szívesen tanulnám, anyukám is jogász, úgyhogy tőle is sokat láttam, hogy otthon tanul, és érdekelt, amit tanul. És aztán pedig elkezdtem ezt ugye az úr elé vinni, hogy akkor ő mit gondol erről, hogy itt van-e a helyem, és végül is, amikor jelentkeztem, akkor azt mondtam, hogy uram, hogyha szeretnéd, hogy ott legyek, akkor kérlek, hogy add meg azt, hogy én bejussak, és hát ugye bejutottam, úgyhogy én hiszem, hogy az úrtól van ez. És lélekben hogyan készülsz az egyetemre? Ugye ott rengeteg új kihívás vár. Nagyon mások talán, mint amit a középiskolában, akár a tanulás szempontjából sokkal keményebb elvárások lesznek. Akár így a közeg szempontjából, ugye az egyetemi évek azok arról híresek, hogy ott aztán megy a bulizás és az ereszdel a hajam. Tehát, hogy akár emberileg is, vagy hívőileg is lesz kihívás. Hogy erre így fejben, lélekben az úr előtt készülsz-e valahogy? Hát sokat gondolkoztam ezeken, hogy majd milyenek lesznek, és hát azt tapasztalom mostanában, hogy ugye vannak mentoraim már az egyetemen, és hát kezdem őket megismerni nagyjából, és azt látom, hogy mindannyian segítőkészek nagyon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egészen jó közegbe fogok kerülni. Hiszem, hogy az úrtól van ez, de biztos, hogy lesznek majd zökkenők, és biztos, hogy nem lesz teljesen sima az utam. De hát erre készülök, hogy
hogy amikor annak ott lesz az ideje, akkor az Úr nekem meg fogja adni azt, hogy legyen valami megoldás, hogy az akadályokat le tudjam győzni. Úgyhogy én így készülök rá, hogy várom, nagyon várom, hogy milyen lesz, és igyekszem lélekben megerősödni. Van olyan dolog, amitől így különösen félsz? Hát nagyon félek attól, hogy mi lesz akkor, hogyha tényleg így megpróbálnak rávenni arra, hogy elmenjek valamilyen nagy buliba. Én nem szeretem a bulikat sem, és a sok embert egy helyen sem, tehát nekem ez nagyon nem az én világom. És hát ugye azért vannak fenntartásaim az ellen is, hogy ott tényleg ilyen erezd el a hajam mindenki mindenkivel, és hát nem. Nekem ez nagyon nem. Úgy gondolom, hogy egyébként a hitemmel sem egyeztethető össze, és a személyiségemmel sem. Úgyhogy egy kicsit ettől izgulok, hogy majd mi lesz, mikor nemet kell mondanom rá, de készülök erre is, hogy ezt meg kell egyszer lépni. Ki számodra, Krisztus, hogy ennyire félsz attól, hogy valami közétek kerül? Hát az Úr, ugye, fontos, nekem a legfontosabban a megváltom, a legelső helyen a megváltom, mert hogy ő az összes bűneimért meghalt, és az összes bűnömet a keresztre vitte. És hát ugye én azt gondolom, hogy a hívő ember életében talán ez a legfontosabb, hiszen így az Úrral lehet, és az Úrhoz jut, és örök élet az ő nyeressége. Úgyhogy én ezt gondolom legfőképpen, viszont a teremtőm is, tehát tudnom kell, hogy az ő képmására vagyok teremtve, és ő az én atyám. És hogyan éled meg Krisztussal így a mindennapi kapcsolatokat, mert hogyha nekem például csak ennyi lenne, hogy a teremtőm, vagy a megváltóm, hogy ezek vannak időszakok, amikor nagyon ki tud éleződni bennem érzés szinten. És hogy vannak olyan napok, amikor nem tudok mondjuk ezzel mit kezdeni, hogy teremtőm. Tehát, hogy vannak például felismerések az életemben, hogy tényleg ő teremtett, és akkor ez olyan nagyon megerősíti bennem azt, hogy hát de tényleg. És akkor mondjuk, amikor tele van az életem problémákkal, akkor úgy az merül föl, hogy erre minek teremtett meg. Tehát, hogy akkor ez nem hálát eredményez. Viszont akkor mondjuk az én számomra ő megtartom. És ez, hogy így tudok ránézni, hogy megtartom, így már újból megerősödik bennem a vele való kapcsolat. Hogy mondjuk, amikor magányos vagyok, akkor arra gondolok, hogy ő a legjobb barátom. És akkor ezért tudok vele aznap is kapcsolatba lenni. Mert hogy így belegondolok, hogy emberek elhagytak, de hogy Krisztus velem van. Hogy te hogyan élsz napról napra így hitben? Hát igen, ez valóban egy csodálatos dolog, hogy az Úrnak úgymond csúnya szóval ennyi funkciója van. Az ifjúsági órán például pont erről volt most szó, és az ifjúsági órát vezető testvér kigyűjtött legalább 200 dolgot, 200 ilyen funkciót a Bibliából, és csak csodálkoztam, hogy valóban, hogy minden helyzetre ott van az Úr számunkra. Tehát ezt én is meg szoktam élni, hogy amikor például arra nincs szükségem, hogy ő bosszúálló Isten legyen, akkor találok olyat, ami viszont tényleg, ami nekem van, a békesség istene, vagy a szeretet istene, mert nagyon sokszor felkapom a vizet valamin, de akkor tudok ránézni, és tudom azt mondani, hogy igen, én tőle várom a békességet. És például te mit tudsz kezdeni azzal, hogy miközben mondjuk a barátainkat, vagy a családjunkat látjuk, meg oda tudok menni, esetleg meg tudom ölelni, hogy mindezt lélekben, tehát egy spirituális szálon lehet Istentől megkapni. Szerintem a mai embernek, aki mindent lát, fog, tapint, tapasztal, élményként él meg, ez egy kicsit ilyen szürreális. Ó, mindenképpen az, hiszen nagyon sok ember nem tud mit kezdeni azzal a szeretettel, amit az Úr ad, és azzal, hogy ő jót akar nekünk, mert ők azt az Istent látják, aki bosszúálló, és egy szabályrendszert látnak a vallásban, a hitben, holott szerintem egyáltalán nem így van. Én ezt máshogy élem meg.
hogy éled meg? Hát én úgy élem meg, hogy az Úr, az számomra az a fontos, hogy az Úr nekem jót akar. És ő azt szeretné, hogyha vele lennék, és örök életem lenne, és talán nekem ez elég, hogy ne azt lássam a hitben, hogy az korlátoz engem, mert tudom, hogy a jó érdekében van ez, és az én életem érdekében van. És hogy érzed, hogy kik támogatnak, kik állnak ebben a harcban melletted? Hát elsősorban mindenképp ugye a szüleim vannak ott mellettem, nagyon támogatóak mindketten. Ugye anyukám már végig járta a hadak útját, úgyhogy ő tudja nagyjából, hogy mire kell készüljek. És hát ugye itt van a gyülekezetem, a barátaim, lelkipásztoraim, akikkel mindig imádkozhatok, amikor úgy érzem, hogy egyedül nem tudok valamiben dűlőre jutni. Úgyhogy én elmondhatom, hogy nagyon-nagyon jó közegben vagyok itt. És a kudarcokat te hogyan viseled? Mert engem például eléggé megviselt, és volt, hogy úgy éreztem, hogy alkalmatlan vagyok a hívő életre, amikor például úgy éreztem, hogy nem tudtam jó választ adni, nem tudtam hívőként helytállni, tehát hogy önmagam előtt is elbuktam, esetleg mások előtt is ilyen kínos helyzetbe jutottam. Volt, hogy mondjuk megbuktam egy vizsgán, és akkor jöttek a kérdések, na, hogy ilyenkor mi van, és hogy nem csak a bukással kellett megküzdenem, hanem a reakciókkal is, hogy nem tudom, hogy volt-e ilyen tapasztalatod, vagy hogy erre hogyan készülsz. Én a kudarcaimat úgy szoktam megélni, hogy először teljesen kiborulok, és azt hiszem, hogy vége van a világnak. És utána egyre csak rágódom magamban a dolgon, mert muszáj, hogy egyszer megrágjam magamban, és amikor úgy vagyok vele, hogy hát most már ezzel nem tudok mit kezdeni, akkor megpróbálom megkeresni a megoldást is rá. Hát igen, azért izgulok, hogy mi lesz akkor, hogyha mondjuk egy vizsgán megbukok, és akkor jönnek ezek a kérdések, hogy és most hol van az Istened? Akkor nagyon izgulok, hogy mit fogok tudni mondani rá. De hát az Úr nekem ott van mindig. Ugye nem az emberekre kell nézni, nem a láthatókra kell. Ahogy így beszéltél, eszembe jutott egy ige, hogy az elesettet felemelem, a megkötözöttet megszabadítom, a beteget meggyógyítom. Tehát, hogy Isten pont, hogy ott van velünk a kudarcban, csak hogy emberileg nehéz szerintem sokszor ezt így felismerni, mert azt gondoljuk, hogy Istennel egy ilyen dicsőséges, ragyogó utat kell nekünk bejárni. És hogy szerintem például ez nagyon jó így a hívő életben, hogy Isten soha nem a tökéleteseket kereste meg. Ez számomra hatalmas nagy vigasztalás jelent, hogy azért lehetek az övé, mert nem vagyok tökéletes. Ha az lennék, akkor nem tudna velem mit kezdeni. Úgyhogy hurrá, hogy nem én vagyok a legjobb, a legszebb, a legügyesebb, legokosabb, mert így azért ő lehajol hozzám, és átélhetem azt, ahogyan megvigasztal, ahogyan utána felemel, ahogyan tovább visz, ahogyan például én is megtapasztaltam, hogy a kudarcokat hogyan felhasználta az életemben, mint például, hogy téged is a helyes irányra terelt az Isten a középiskolai választással. Nagyon nagy örömöm az, hogy nem egyedül kell tovább menjek, hanem az osztálytársaim is velem tartanak, és barátnőim is voltak, úgyhogy ennek nagyon örülök, mert én ilyen vagyok, hogy kell mellém mindig valaki, aki külsőleg is megerősít engem. Hát meg ugye most a legnagyobb örömöm az, hogy tényleg felvettek egy egyetemre, és elmondhatom, hogy igen, én egyetemista leszek, egyetemre fogok járni, diplomám lesz, ez is egy nagyon jó dolog, vagy hát nagyon remélem, hogy lesz diplomám. Úgyhogy hát igen, ezért mindenképpen nagyon-nagyon örülök. És van-e valaki példaképed, akire úgy fel tudsz nézni, vagy úgy érzed, hogy oda lehet menni? Hát ez most nagyon közhelyesnek fog szerintem hangozni, de így az emberi példaképem az nekem anyukám, mert ugye hát ő is, ahogy ezt az egyetemet végigcsinálta, én ezt már végignézhettem, végigélhettem vele,
hogy azt láttam benne, hogy ő akar tanulni, és nem azért tanul, hogy a vizsga, hanem mert ő szeretett volna tudni. És még mindig ezt látom rajta, hogy a kíváncsisága viszi tovább őt. A hívő életemben az én legnagyobb példaképem Jézus. Hát ez is közhelyesen hangzik talán, de azt gondolom, hogy az ő tetteit könnyebben meg lehet fogni, és könnyebben át lehet látni. És tud egy iránymutatást nekem adni, hogy a hívő életemben én milyen legyek, milyen próbáljak lenni, és hogy mire törekedjek. Érzel-e különbséget, hogy máshogyan tudsz kapcsolódni a gyülekezetben lévő barátaidhoz, mint mondjuk az iskolai osztálytársaidhoz, vagy csak úgy random a többi emberhez, akik még nem ismerik Krisztust? Hát igen, én érzek különbséget a kettő között, hiszen a gyülekezetben lévő barátaimmal, vagy azokkal a barátaimmal, akik az Urat követik, sokkal több témánk van, amiről mi beszélhetünk, sokkal több dologban tudjuk megosztani a véleményünket, mint például egy világi barátommal. Lehet, hogy néha jobban érzem magam egy olyan baráttal, aki sokkal bevállalósabb, mert azért a világi emberek bevállalósabbak is kicsit, és nem nagyon... Észrevettem, hogy nem nagyon törődnek a következményekkel, mert ugye úgy érzik, hogy övék a világ, és hogy néha sokkal nagyobb munkát ígér, hogyha velük tartok, mint hogyha a hívő testvéreimmel, de végül is azokból a beszélgetésekből és kalandokból tudok jobban profitálni, amikor én a hívő testvéreimmel vagyok. És mi köt össze a nem hívő barátaiddal? A hívő barátaimmal talán az köt a legjobban össze, hogy én szeretnék nekik az Úrról beszélni. Szóval, hogy azon felül, hogy azért vannak témák, amiket például velük is tök jól meg tudok beszélni, mert az foglalkoztat a hétköznapokba, és úgy érzem, hogy ők is tudnának egy másik nézőpontot nyújtani a témával kapcsolatban. Ezen kívül ugye ez is egy fontos dolog, hogy lehet, hogy tudnám hirdetni az Úr nevét, és ezért szerintem a hívő embernek ez egy fontos feladata és szolgálata. És ők hogyan fogadják ezt? Hát nem mindig tudnak mit kezdeni azzal, hogy én beszélek arról, hogy én dolgokat máshogy gondolok, máshogy élem meg őket, vagy máshogy cselekszem például egy szituációban, mint ők, mert hogy ugye más értékeink vannak, más a nézőpontunk. Én például tapasztaltam olyat, hogy amikor egy téma kapcsán én úgy álltam hozzá, nem tudok máshogy hozzáállni, mint hívő ember, tehát hogy azt szerint a szempont alapján, vagy azt szerint az értékrend alapján képviseltem a véleményemet, vagy akár azt szerint is cselekedtem, hogy ez úgy eltávolított tőlük, hogy nem értették, vagy egyszerűen nem bírták elfogadni. De hát ugye én mondjuk egy bő 10 évvel régebben voltam ilyen korosztályú, mint te, hogy változott ez azóta, hogy toleránsabbak, vagy közömbösebbek, vagy hogy te is ezt éled meg, hogy nem fogadnak el? Hát én azt gondolom, hogy nem nagyon változott ez, hiszen amikor felmerül egy téma, ahol én mást gondolok, máshogy viselkedek, akkor úgy rám hagyják, és mondják, hogy magukban, hogy kis bolond, hogy meg kis szende, meg ilyen jelzőket szoktak így használni. De hát végső soron azt gondolom, hogy nem baj, mert hogyha igyekszem úgy viselkedni, hogy az Úr látszon az én életemben, akkor lehet, hogy ezzel is meg tudom őket fogni. És lehet, hogy a beszéd hiába való, de ezzel viszont fel tudom hívni arra a figyelmet, hogy igen, az Úr szerint ez máshogy van. Nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést. Számomra is sokat adtál ezzel, ahogyan elmondtad, hogy te hogyan élted meg a Krisztussal és a barátaiddal, a közösséggel való kapcsolatot. És szeretnék neked sok áldást és sikert kívánni a további egyetemi tanulmányaidhoz. Nagyon köszönöm én is a lehetőséget, hogy megoszthattam a gondolataimat, és hát köszönöm ezt is, hogy ezt kívánod nekem. Szükség lesz a megerősítésre mindenképpen. Most pedig szeretnék elbúcsúzni a Pax Televízió nézőitől. Remélem, önök is épültek ebből a kis beszélgetésből, és Isten áldását kívánom az életükre.